Köszöntöm a sajtó és a csapatok képviselőit a KNTH férfi kézilabda liga 4. fordulójában. Hedo Bébron, Gyöngyös Buda Kalász 35-29. A mérkőzés értékelésére elsőként a vendégek vezetőedzőjét kérem fel, Forgács Gyulája szó. Köszöntöm mindenkit! Gratulálok a Gyöngyösnek, akkor a nagyon sima meccsen aratott győzelmet. Csalódott vagyok, nem azért, mert kikaptunk, mert nem azt mondom, hogy biztos voltam, hogy nem az ember, de mi voltunk az esélyesek. De ilyen nem volt ennek előzmény, hogy ennyire rossz lesz a védekezésünk. 35 kapott volna, nem lehet sanszunk, úgyhogy ezen el kell egy kicsit gondolkoznunk. Bár három olyan meccsünk volt, amit mondom még egyszer, mi voltunk az esélyesek, és tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Ebből kettőt viszonylag normálisan abszolváltunk, de ez azt gondolom, hogy így ilyen formában vállalhatatlan, legalábbis a védekezés szempontjából. Mondom, egy méretetlen csalódottság van bennem, és nem is igazából értem, hogy ez most miért alakult így, de hát nincs más választásunk, hogy jönnek azok a meccsek, két forduló múlva, amit már meg kell nyerni, addigra össze kell, hogy kapjuk magunkat, és megszerez az első pontjainkat. A Gyöngyösnek még egyszer gratulálok, sok sikert kívánok! Köszönjük szépen az értékelést! A vendégek játékosával, Nemes Rihárddal folytatjuk. A pályáról hogyan nézett ki mindez? Üdvözlök mindenkit! Hát elég nehéz egy ilyen meccs után pozitív dolgokat mondani. Eddig, ami működött a védekezésünk, most nagyon rossz volt. A támadó játékunk az viszont az összeállt. Az átlövéseink nagyon rossz százalékban mentek be. Trassra dobtuk a labdákat, amire készültünk, a gyors középkezdésekre nagyjából azokat meg is tudtuk oldani. És gratulálnék a Gyöngyös csapatának. Köszönjük szépen az értékelést, folytassuk a hazai csapattal, a Hedo Bébron Gyöngyös vezetőedzőjével, Konkoly Csabával. Hogy láttad a találkozót? Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a dicsérő szavakat. Mindenképp úgy készültünk a Buda Kalász ellen, hogy egy jó csapattá formálódó csapat érkezik hozzánk. A tavalyi szezonhoz képest én azt gondolom ebben a részében erősödtek ők. Mi viszont nagyon komolyan vettük úgy ezt a találkozót, mint mindent, viszont láttuk az eredményeiket, és annak megfelelően vártuk az ellenfelünket. Így is kezdtünk, így is tartottuk kézben a mérkőzést, szerintem a 41.-45. perc környékéig. Aztán ez a olyan értelemben jó eredmény, ami a különbség, ahogy kialakítottuk, és az a fajta magabiztosság egy kicsit átlendült, ilyen minden gyorsan meg akarunk oldani játékká, és ez rányomta a bélyegét aztán a kapott góljainkra. Maga a védekezésnek a fellazulása és a technikai hibák száma ebben az időszakban egy kicsit nagyobb lett, mint az előző időszakában a mérkőzésnek, de mindenképp azt mondom, hogy nagyon jól mentünk csapatként, és igazából nagyon örülök annak, hogy hazai közönség előtt néha látványos támadó és védekező játékkal sikerült ilyen magabiztosan győzni. Mi az, amivel mindezt ki tudja egészíteni a hazaiak egyik újonca, a kiváló teljesítményt nyújtó Papp Bence? Hát köszönöm szépen, igazából mindent elmondott szerintem a Csaba. Először is szeretnék gratulálni a Buda Kalásznak, hogy egy ilyen jó iramú mérkőzést tudtunk játszani. Én úgy gondolom, hogy végig kézben tudtuk tartani a mérkőzést, mind védekezésben, mind támadásban szerintem kiemelkedőt nyújtottunk. A lerohanásaink feküdtek, az átlövő teljesítményünk úgy gondolom, hogy nagyon jó volt, sok könnyű volt tudtunk lőni, kevés technikai hibával játszottunk, amire egész héten készültünk. Úgyhogy igazából minden passzolt most az a mérkőzésünk. Köszönjük szépen! Mindkét csapatnak további sok sikert kívánok a bajnokságban. Köszönjük szépen!